Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Nagyon nem? És kicsit? Kicsit igen, van ebben jó. Jobb idő. Vannak pozitív dolgok is. Például az időjárás éppen most pozitív. De hát az ember legyen optimista, mert az fontos, nem? Halló? Igen, köszönjük. Rádió, megy még a zene. Elég érdekes, mert le van némítva, hogy mehet rajta a zene? Ezt megnézem, lehet, hogy azért volt ez az összegerjedés? A rádió nem megy a zene. Még véletlenül sem megy a zene. Nincs áthallás. Én azt látom, hogy mi megy, az megy, amit én beszélek. Úgyhogy ennyi. No szóval, mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg van a világban? Semennyire vagy? Kicsit? Nagyon? Kicsit? Elégedett vagy? Na akkor mondok egy-két dolgot, hogy ne legyél annyira elégedett. Ugye én már régóta mondom azt, hogy milyen világ lesz, és azt is mondtam, hogy miért van ez a világ, ami most van az, miért lesz, a múltban azt mondtam, hogy majd lesz ilyen világ. Nem a Covidra meg ilyesmire gondoltam, hanem erre a válságra. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az legújabb adatok szerint már 10% az infláció. Hát szerintem havonta. De havonta, de azt mondják, hogy évente 10%. Most a KSH adatai szerint évente 10%. Tehát az előző évhez képest 10% az infláció, szerintem havonta. Igen, kicsit késésre van. Tessék? Hát egy nullát. Egy nullát a végéről. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ugye én már régen mondom, hogy szükséges, hogy az embernek legyen tartaléka. Ugye mikor kezdtem ezt mondani? Hát vagy 17-ben, körülbelül 5 éve. Hát még nem egész 5 éve, mert 17-ben évvégén, ősszel kezdtem el mondani, hogy szükség van tartalékra. Miért van szükség tartalékra? Hát azért, mert ugye a legtöbb embernek, akinek olyan tevékenysége van, amire esetlegesen nem lesz szükség, és nem talál magának olyan tevékenységet, amire szükség van, akkor át tudja hidalni azt az időszakot. Miért? Hát ugye mert több oka is van, tehát bizonyára megfigyeltétek, hogy mennyire használták föl az elmúlt több mint 2 évet bizonyos dolgokra, például arra, hogy mennyire lehet mondjuk otthon dolgoztatni az embereket, vagy otthon tanultatni a gyerekeket például. Nem? Tehát ezért mondhatnánk ezt, hogy egy ilyen próba volt, vagy nem azt gondoljátok, hogy ez egy próba volt? Hogy most kipróbálták az, hogy a lakosságnak meddig tart a toleranciája, stb. Stb. Eléggé rájöttek arra, hogy eléggé toleráns a lakosság, nem? Tehát lényeg az, hogy itt ebben a több mint 2 évben elég sok mindent kipróbáltak. Ugye most például azt próbálják ki, hogy mennyire ethető meg az emberek azzal, hogy a gazdasági válság az a háborúnak köszönhető. Ugye előtte meg a gazdasági válság a Covidnak köszönhető volt, nem? Nagyon érdekes, tehát
ha esetleg abba adja Putyin a háborút, akkor vajon mit fognak kitalálni, hogy a gazdasági válság az minek a... Utóhatás. Minek, mi, utóhatás, azt mondják, hogy háború, meg a Covid utóhatása. Hát, sőt, ez a kettő most már összeadódik, az ilyen magas az infláció, nem? Szóval egy érdekes világot élünk, ahol hát én azt mondanám, hogy az embereknek egyre kevesebb pénzük lesz arra, hogy egyenek, ezért valamivel meg kell őket etetni, nem? És hát a hazugságokkal, nem? Csak az a baj, hogy a hazugságokkal nem lehet jól lakni, nem? De van egy általános mondás, ezt ugye ez egy magyar mondás, és a magyarokra mondták, de szerintem ez a világon mindenütt érvényes. Tehát az emberek addig hallgatnak, míg tele a hasuk. És ugye ha jobban megnézzük, azért nem a... Tehát egy olyan családban, ahol normális étkezés van, tehát mit jelent a normális étkezés? Az, hogy főznek. Sütnek, főznek. Az a normális étkezés. Hát az nem normális étkezés, hogy mondjuk étteremben eszik valaki. Miért? Hát mert eleve drágább. Tehát ugye otthon, az otthoni sütés-főzés az olcsóbb, mint az éttermi. És ha ugye az otthoni sütés-főzést megnézi az ember, akkor mit tudom én, mondjuk egy kétszemélyes családban szerintem nem az a legkisebb költség, vagy legnagyobb költség, akarom mondani, hanem mondjuk éves szinten akár. Tehát nem az étkezés a legnagyobb költség. Tehát ugye egy átlag családban csak a rezsi az eddig is több volt, mint 100 ezer forint egy átlag családban, mindennel együtt, maga a rezsi, de étkezés nélkül természetesen. És ugye ebben benne van a fűtés, víz, villany, stb. Stb. Internet, telefon, stb. Stb. És hát ugye főleg, hogyha megszűnnek ezek az energiamoratóriumok, akkor hirtelen a rezsi az így fog felemelkedni. És ugye végtelenségig ezeket nem lehet tartani. Mert hát ugye az nem lehet hosszú távon, hogy az energiacégek mondjuk többért vegyék az energiát, mint amennyire adják, vagy többért állítsák elő, mint amiért adják. Tehát ezért ugye ez, nálunk van ilyen energiamoratórium, de máshol már nem nagyon, itt a környékünkön. És akkor ugye ott van az élelmiszer, egy pár élelmiszer, amire szintén van, az üzemanyagra szintén van ilyen moratórium, a hitelekre megint csak, még mindig tart ugye a lakosság nagyobb részének, aki ebbe beleesett. És az előbb-utóbb ezek megszűnnek, és hát ami azt jelenti, hogy hát ugye arra én kíváncsi leszek, hogy a legtöbb embernek hogy lesz elég a pénze a költségeire. Ugye van egy szerencsésebb helyzet Magyarországon, hogy a lakosság nagy részének saját ingatlanja van, bár ugye soknak már hitelből van az ingatlanja, ami azt jelenti, hogy az nem az övé, de hogyha valakinek nem hitelből van ingatlanja, akkor gyakorlatilag a rezsi az ugye jóval alacsonyabb, mint hogyha még az embernek hiteltörlesztést is kell fizetnie, vagy albérletet is kell fizetnie. Mert ugye ha valaki albérletet is fizet, hát az is a rezsihez tartozik. Ha valaki törlesztő részleteket fizet, az is a rezsihez, mert rendszeres kiadás. Tehát hogyha jobban megnézzük ezeket a dolgokat, hát igazából azt látni, hogy nagyon a jövő, tehát itt a közeljövő, az nagyon síralmas sok ember számára.
Tehát a többség számára. Tehát a többség számára. És ez most nem pessimizmus, ez sima gazdasági számítás, sőt gazdasági előrejelzés. Tehát a gazdaság az nem növekedni fog, hanem tovább csökkenni. Mármint a gazdaság teljesítménye természetesen. Az emberek életszínvonala az nem növekedni fog, hanem csökkenni. Tehát hiába várnak itt az emberek olyan dolgokat, hogy visszaáll majd a régi dolog, nem tud visszaállni. Tehát éppen nézegettem, csak úgy kíváncsiságként, hogy nem tudom, ki az, aki tudja, hogy mennyi már a nyugdíjkorhatár? Nem, itt Magyarországon. Tehát az idéntől 65. Tehát mind a kettők, a férfiak, nőknek egyaránt. A nőknek van annyi kedvezmény, ha van 40 éves munkaviszonyuk, akkor elmehetnek nyugdíjba. Tehát a férfiaknak nincs, tehát az idén állnak át teljes egészében a 65 évre. Nem a első fél évben, hanem a második fél évben. Tehát most 63 és fél év, második fél évtől már 65. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy folyamatosan emelkedik, és ugye cikkíró, hát azt mondta, amit én már régen mondok, hogy azért kénytelen az állam emelni a nyugdíjkorhatárt, mert különben finanszírozhatatlan a nyugdíjellátás. Mert hogy egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb a dolgozó. Oké? Na most, az volt az egészben a nevetséges nyugaton, hogy a dolgozókat az arabokkal akarták meg a négerekkel pótolni, de elsősorban az arabokkal. Hát nem azért az 1-2 forintért, de az arabok nem a dolgosságukról híresek. Tehát soha nem is voltak, hanem inkább most nem, mindig akinek nem inge, nem beszél magára természetesen. Tehát eredendően nem tudom, tudjátok-e honnan származnak az arabok. Az előző emberiség sáska népe volt. Oké, az előző emberiség sáska népe, tehát onnan ugye maradt az előző emberiségből. És szó szerint sáska nép, a sáska nép az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy már ott ezt csinálták az előző emberiségnél. Hát az azt jelenti, hogy föléli a környezetét és odébb áll. Tehát föléli a környezetét és odébb áll. Tehát ugye ha megnézitek, akkor hát nézd meg, hogy mit tudom én, ott ahol az arabok élnek jellemzően, ott mondjuk milyen a növényzet. Hol van? Hova lett? Hova lett? Eltűnt. Megették a növényzetet, érted? Tehát eltűnt. És ha nincs növényzet, akkor ugye ott nincs eső. Tehát ahhoz, hogy eső legyen, oda növényzetnek is kell lennie. Tehát ami azt jelenti, hogy nyilván akinek nem inge, nem veszi magára, de hát valami olyasmi adatokat mondtak nyugaton, hogy a beköltözött araboknak pár százaléka az, amelyik munkát vállalt. A többi csak él a segélyből. És abban persze, hát a segélyből élnek, abban nem lesz befizetés, járulék befizetés, hogy fizessék belőle a nyugdíjat. Tehát lényeg az, hogy ha te azt gondolod, hogy visszaállítható a jövő, az nagy tévedésben élsz, vagyis a múlt, akarom mondani, visszaállítható, mert a jövő az arról szól, hogy gyakorlatilag túl sok az olyan ember, akit el kell tartani. Érted? Tehát túl sok. És hát ugye mondhatod azt, hogy de hát ez a bolygó képes lenne arra, hogy 35 milliárd embert eltartson.
sőt ugye kajával is és egyéb módon eltartson. De gondold végig, most nagyon egyszerű dolog, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát ugye eltartani az embereket, igen ám, de ki? Mert a legtöbb ember már nem szeret dolgozni, hát ki tartsa el őket? Tehát régen a fehér legalább szeretett dolgozni, már a fehérek sem szeretnek dolgozni, a feketék soha nem a munkaősei voltak, a barnákról nem is beszélve, és hát még a sárgák ott vannak, akik szeretnek dolgozni, csak azok nem itt élnek, érted? Tehát ha a sárgáknak lesz egy kis gógyiuk, akkor átállnak a technikai dolgok gyártásáról az élelmiszer gyártására. Tudod miért? Hát mert a fehér ember az már nem szeret dolgozni és nem szereti előállítani az élelmiszert sem, érted? Na most ez ugye mit eredményez? De hát ugye gondoljátok végig, hogy itt Európában azért sok minden el lett szúrva, például az élelmiszer tekintetében. Hát ami azt jelenti, hogy elkezdték vegyszerezni a földeket, és ezzel, na most ez olyan, tehát a föld úgy működik, mint a te immunrendszered. Ha az immunrendszeredet, tehát a szervezetedbe beviszel sok vegyszert, akkor az legyengíti az immunrendszeredet. Világos ez? Tehát a föld kapott sok vegyszert, ezáltal a növények immunrendszere legyengült. Érted? És ezáltal ugye mit csinálnak az emberek, mikor legyengül az immunrendszerük? Gyógyszerezik magukat. Miért? Hát mert betegek lesznek. Tehát vagy a betegség ellen gyógyszerezik magukat, vagy betegek már és azért gyógyszerezik magukat. Na most, ha legyengül a föld, vagyis a növények immunrendszere azáltal, hogy vegyszerezik a földet, ezáltal ugye mi jön létre? Az jön létre, hogy megbetegednek a növények. Ezáltal mit kell csinálni? Ugye idézőjelben gyógyszerezni kell a növényeket, tehát vegyszerezni kell a növényeket. Miért? Ugye te is, tehát mit csinál egy ember? Sok vegyszert bevisz a szervezetébe, emiatt legyengül az immunrendszere, és utána további vegyszer, a gyógyszer az vegyszer, oké? Vegyszerre gyógyítja magát. Tehát elmebetegség, ha belegondolod. A vegyszer miatt megbetegszik, mert legyengült az immunrendszere, és vegyszerre gyógyítják. Na ugyanezt csinálják a növényekkel. A növénynek legyengül az immunrendszere, mert vegyszerezik, és utána vegyszerrel gyógyítják a növényeket. Erre csak ezt tudom mutatni. Komolyan mondom, elmebetegség. Szó szerint. Tehát az a baj, például itt van Európa, és Európában gyakorlatilag már szinte alig vannak, vagy nincsenek is olyan területek, ami vegyszermentes. Érted? És ezáltal a növények immunrendszere az le van gyengülve. És utána mi van, ha ez tovább megy, ugye ez a dolog, még ha kihajtják a legelőre is az állatot, ami most már ritkaság, akkor is milyen növényeket eszik? Hát a mi vegyszertartalmú, persze. Ha pedig nem növényekkel etetik, hanem táppal etetik az állatokat, akkor már az eleve vegyszertartalmú a táp. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, ha akar valaki dolgozni, és mondjuk akar állatot tartani, vagy földet művelni, akkor olyan
pénzbe kerül, magának a termelésnek a fenntartása, érted? Hogy még ha akar valaki dolgozni, akkor is azt mondja, hogy nem éri meg. Érted? Tudod, miért nem éri meg? Mert ez olyan, mint az emberek, akik ugye az idősek, miért kell, hogy gyógyszerezzék magukat? Azt is láttam egy statisztikát, hogy képzeld el, az idősek többet költenek magukra, mint a többiek. Méghozzá 20%-kal többet költenek magukra, mint a többiek. Átlagosan. De hozzá kell tenni, hogy elsősorban azért nőtt meg így a költségük, mert gyógyszer a plusz költség. Na most, de ugyanez az állatoknál meg a növényeknél, érted? Tehát mivel gyenge, tehát az ember is olyan, hogy megöregszik, ahogy öregszik, egyre több vegyszer halmozódik föl, vegyi anyag halmozódik föl a szervezetében, nem tudja kiüríteni, emiatt beteg lesz, érted? Nyilván nem mérgezése lesz, hanem egyéb problémája lesz, emiatt beteg lesz, utána tovább vegyszerezi magát, ugye gyógyszerekkel. És na visszatérve a növényekre, meg az állattartásra, tehát még azok is, akik állatot vagy növényt akarnak termeszteni, állatot tartani, azok hát egyszerűen annyi pénzt kell kiadni az állatnak mondjuk a tartására, vagy annyi pénzt kell kiadni a növénynek a termesztésére a vegyszerek miatt, érted, hogy egyszerűen azt mondja, hogy nem éri megcsinálni, érted? Mondom, még aki dolgozni is akar. Na most ezért mondtam azt, hogyha a kínaiaknak van egy kis eszük, akkor a műszaki dolgokról szépen ráállnak a növény és állat tartásra, mert a fehér ember már ha akarna, se tudna úgy állatot és növényt, tehát állatot tartani, tenyészteni vagy növényt termeszteni, hogy az ne kerüljen neki sokba, emiatt, hogy gyenge az állatoknak és a növényeknek az immunrendszerük. Világos voltam? Tehát a fehér embert belevitték egyfajta kényszerbe a vegyszerezés révén, és egy olyan fajta kényszerbe vitték, mint például az embereknél is megnézzük, ha egy embernek vegyszerek vannak a szervezetében, akkor mondjuk ha abba hagyja a vegyszertnek a fogyasztását, akkor is benne marad a vegyszer a szervezetébe. Érted? És akkor is mérgezi magát az embert. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy attól lehet, hogy jobb lesz a helyzet egy kicsit ahhoz képest, aki tovább fogyassza a vegyszert, ahhoz képest jobb lesz a helyzet, de a hatás az megmarad. Ugyanis a szervezet olyan helyein maradnak benne a vegyi anyagok, ami nem ürül ki a széklettel, nem ürül ki a vizelettel. Érted? És ezáltal az emberek betegeskednek tovább annak ellenére, hogy vigyáznak a vegyszer bevitelére. Érted? Na és ugyanez a helyzet az állattenyésztéssel is, meg a növénytenyésztéssel is. Tehát a föld vegyszerezve van, az nem pár év, mire a vegyszerezésnek a hatása az elmúlik.
Hát gondoljátok végig, a vegyi anyag az ott marad benne a földben. Érted? Az nem ürül ki. Mit örül neki? Hogy kerül be helyette más? Érted? Hát ahhoz, hogy más bekerüljön, tehát ugye hogy kerülne onnan ki? Hogy fogják és a növények felszívják. Érted? De akkor meg a növénybe kerül be. És hogy kerülhet bele helyette más? Úgy, hogy visszatérnének mondjuk a hagyományos földműveléshez. Érted? Hogy rendes, szerves trágyával trágyázzák, és akkor mit tudom én, pár évtized múlva már megint lehetne azt mondani, hogy visszatért a növények és az állatoknak az immunrendszere, mert már a növények kiszívták a vegyszert a talajból, érted? És helyette már nem vegyszerek vannak, hanem szerves anyagok vannak, érted? Tehát mi most egy olyan csapdába vagyunk itt, fehér emberek, ami nem megkönnyíti majd a fehér ember helyzetét, hanem egyszerűen egyre nehezebbé teszi. Ráadásul ugye mi az alapvető probléma? Hát alapvető probléma a népesség előregedése. Ami azt jelenti, hogy ez képletesen ahhoz hasonlítjuk, hogy olyan, mint a múltban, mintha több lett volna az idős, mint a fiatal, érted? Tehát gondold végig, tehát egy családban volt 6-8 gyerek, és az azt jelenti, hogy arra 6-8 gyerekre esett két szülő, érted? És ha azok megházasodtak, akkor a 12-16 emberre esett két szülő, vagy négy, mit tudom én, másik is, érted? De hát lényeg az, hogy most mi a helyzet. Tehát most gondold végig, ez olyan, mintha akkor fordítva lett volna, hogy a két fiatalnak kell eltartani a 6 időset, érted? Márpedig most e felé megyünk, érted? És méghozzá rohamléptekkel, és úgy próbálják ezt megoldani, hogy növelik a nyugdíjkorhatárt. Csak arra leszek kíváncsi, hogy ki fogja alkalmazni a 60 és 65 év között lévő betegeskedő embereket. Érted? Mert azt mondja, hogy mivel ugye valamennyit neki is kell fizetni, nem csak a TB-nek, és hát nem azért vett valaki föl egy alkalmazottat, hogy az állandóan ne dolgozzon, mert beteg. Érted? Szóval csak azért mondom, hogy tisztában legyetek azzal, hogy egy olyan világ indult el itt Európában, aminek nagyon nagy bajok a vége, érted? Méghozzá nem hosszú távon. Tehát ugye én már a 90-es években mondtam ennek a népesség robbanás és idősödő generáció problematikáját. 90-es években. Ugye akkor a nők 55 éves korba mentek nyugdíjba, a férfiak meg 60. Sőt, ugye azok, akiknek gyerekük volt, ott a nők akár 50 éves korba is több gyerek esetén elmentek nyugdíjba. És már akkor lehetett látni azt, megtudni azt, hogy az a népesség robbanás nemzedéke az előbb-utóbb elmegy nyugdíjba. És a népesség robbanás nemzedéke után közel nem született annyi gyerek. Most gondoljátok végig, hogy én az általános iskolában, ugye én a 61-60, tehát 62-es korosztálya jártam iskolába. Tehát azért, mert én évvesztes voltam 61
második, tehát novemberben születtem. És ezáltal ugye a 62-esekkel jártam egy osztályba. Most azért mondom, mert előtte 2-3 osztályok voltak. Onnantól egy osztály volt. Érted? 62-től. Az iskolában, ahova én jártam. Onnantól. És addig legalább 2 osztály volt végig az iskolában. Ez itt van Budapesten, a 15. kerületben jártam iskolába, és onnantól 61-62-től kezdett el lényegesen kevesebb gyerek születni. Lényegesen. A népesség robbanás nemzedéke az a 40-es évek második fele és 50-es évek nemzedéke. És ha azt megnézitek, most vonulnak nyugdíjba. Úgy hidalták át, hogy most nem 55 éves korba kell a nőknek nyugdíjba vonulni, hanem 65 éves korba. Érted? Amerikában a nyugdíjkorhatár már régen 70 év. De ott is vannak ilyenek, hogyha mit tudom, hány évtizedet dolgozott, akkor elmehet nyugdíjba. Jó, tehát most gondold végig, mondjuk ha muszáj lesz itt is fölemelni 70 évre a nyugdíjkorhatárt. Persze, hogy fel akarják, mert egyszer muszáj. Ki fogja őket alkalmazni attól? Hát ugyanúgy, mint nyugaton, Amerikában ott sem alkalmazzák már a 65 év felettieket, érted? De már a 60 év körülieket is. Hát én emlékszem rá, tehát arra az időszakra emlékszem, amikor valaki már 55 fölött volt, hát nem tudott elhelyezkedni annak idején. Érted? Miért? Hát mert már kutyának se kellett. Inkább fiatalabbat vettek föl. Ugye van egy problematikája, az, ha valaki idős annak, és el akar helyezkedni. Az, hogy az idősebbeknek általában többet kell fizetni, mint a fiataloknak. És egy munkáltató meg bolond lenne, dolgozó, fölvenni egy olyat, akinek többet fizet. Világos ez? Szóval nagyon szép világ alakul itt nekünk, Európában. Oké? És mondom még egyszer, hogyha a kínaiaknak lenne egy csöppeszük, akkor az élelmiszer termelésre mennének rá a műszaki dolgok helyett. Mert ezzel lesz gond az élelmiszer termeléssel. Már gond is van azáltal, hogy vegyszerezve vannak nagyon az élelmiszerek, és nagyon sok vegyszert tartalmaznak. Tehát például ugye mondjuk veszel egy disznóhúst, amely mondjuk tényleg tudom, kertbe szabadon, tehát nemrég ettünk olyan sertésből, amelyik kertben eszegetett, érted? Mindent, amit a kertben talált, a többi állattal együtt nevelkedett, és hát annak a húsa nem hasonlítható össze azzal, amit a boltban veszel, érted? Veszel a boltban, és akkor fele víz, tudod? Még a színes vagy. Tehát a fele víz, és gyakorlatilag alig, tehát a fele összesül, mert kisül belőle a víz. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy van egy másik problematika, ezt ugye már ezt is régen mondom, a gépesítés. A gépesítés által ugye az emberekre nem lesz szükség. Ráadásul semmi gond nincs ezzel, mert az emberek nem szeretnek dolgozni, akkor nem is kell, mert majd dolgoznak a gépek. Aha, de milyen cserét kapsz, vagy adsz? Érted? Tehát hogy fogsz élni? Tehát hogyha bevezetnek netántán valamikor, mert ugye vannak ilyen tervezetek, ezt a
milyen keresetet? Tudod, ha nem alapjövedelmet, igen, az alapjövedelmet, ezt ugye már már régóta beszélnek ilyen dolgokról, hogy alapjövedelem, bevezetnek, gondolod, hogy abból bőven meg fogsz tudni élni? Érted? Szóval ezt most miért mondom ezeket a dolgokat? Azért, mert ez, mondom, nem negatív gondolkodás, mert az a helyzet, amikor ilyen dolgokról beszélek, ezek mindig bekövetkeznek. Ugyanúgy, ahogy bekövetkeztek azok a dolgok, amik most vannak, gazdasági helyzetre gondolok. De ugye azt, arról is volt szó már régen, hogy az emberek a biztonságukért lemondanak a szabadságukról. Ugye ez, erről is már régen beszéltem, nagyon régen, és ez már meg is történt, hogy ez így lesz. Na de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem kell elhinni ezeket a dolgokat, hogy mik várhatóak. Ez nem kell ész, nem kellenek jós tehetségnek az embernek lenni. Egyszerűen valamennyire ismernie kellene az embernek a demográfiát, meg a gazdasági eredményeket, a gazdasági fejlődést, és abból ezeket a dolgokat gyönyörűen össze lehet rakni. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberi munkaerőre nem lesz ilyen mértékben szükség, mint ami most van. Érted? És ez azt jelenti, hogy gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol a jövőben az várható, hogy az emberek kisebb százaléka dolgozik, és nagyobb százaléka pedig nem dolgozik. Ez azt jelenti, hogy miből él? Hát az alapjövedelem, alapjövedelem? Na, az egy segély, nem? Az emberek nagy része segélyből fog élni. Na most akkor nézzük meg ennek a problematikáját. Nézd meg azoknak az embereknek az élet minőségét, akik segélyből élnek. Érted? Ami azt jelenti, hogy nézd meg azt is, hogy milyen hangulatúak azok az emberek, milyen állapotúak azok az emberek, akik segélyből élnek. Miért mondom ezt? Mert az embernek van egy alapműködése, hogy ha csak kap, és nem adhat cserébe semmit, akkor elkezdi eltávolítani magát attól vagy azoktól, akiktől kap. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha néznénk egy statisztikát, hogy a rendszerrel szemben kik hőbörögnek jobban, a dolgozók vagy a nyugdíjasok, akkor tuti, hogy az jön neki a statisztikában, hogy a nyugdíjasok. Miért? Mert a nyugdíjasok a rendszernek nem adnak már semmit. Érted? A rendszertől csak kapnak. És az ember úgy működik, legalábbis egy viszonylag tisztességes ember úgy működik, hogyha csak kap, akkor nem fogja jól érezni magát. Mert az ember nem arra született, hogy kapjon. Érted? Hanem pont az ellenkezőjére született, hogy adjon. És ha ad, akkor kap is természetesen cserébe. Na most ez az egész társadalmat úgy, ahogy van, a feje tetejére fogja állítani az alapjövedelem, ha bevezetik.
Érted? Ami azt jelenti, hogy az emberek emiatt, tehát ha megnéznéd statisztikailag, hogy hol van nagyobb halálozás, a dolgozók vagy a segélyen élők között? Egyértelműen kiderülne, hogy a segélyen élőknél sokkal nagyobb a halálozás. Oké? A férfiak nem, nagy része nem véletlenül hal meg a nyugdíj után. Tehát mikor nyugdíjba került azután. Érted? Vagy közvetlen nyugdíj környékén valamikor. Nekem nem egy rokonom nyugdíj környékén halt meg. Férfiként. Tehát a férfiak eleve úgy működnek, hát most gondold végig, hát van egy férfi, akit az motiválja, tehát egy normális férfit az motiválja, hogy eltartsa a családját. Gondold végig, ha alapjövedelem lesz, gondold végig, akkor a férfi nem tartja el a családját. Világos ez? És a férfiaktól elveszik ezt a fajta ösztönös működést, mert ez egy ösztönös működés. Ami azt jelenti, hogy úgy fognak járni a férfiak, mint ahogy a nyugdíjba vonuló férfiak nagy része jár, hogy már nem kell eltartani a családját, feldobja a talpát, mert nincs értelme az életének. Érted? Hát most gondold végig, a nőnek azért van értelme az életének, mert neveli a gyerekét. A férfinak azért, mert megteremti a családnak az anyagi biztonságát. De ha alapjövedelem van, akkor hogy lesz ez? Nem gondoltatok erre? Pedig kellett volna. Ami azt jelenti, hogy úgy fognak hullani az emberek, mint a legyek. Miért? A férfiak fognak először is elhullani. Oké? A nők meg azért hullanak el, mert egyedül maradnak. Világos ez? És akkor megvalósul a társadalom ritkítás, amit terveznek régóta. És ehhez semmi más nem kell csinálni, csak be kell vezetni a nehéz életkörülményeket, hogy az emberek kérjék az alapjövedelmet. Világos ez? És megyünk e felé. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen ez a kérdés. Jó? És akkor ugye nekem is van kérdésem felétek. És akkor mit fogsz csinálni? Hm? Én ugye azt mondtam, hogy a világon mindenki munkanélküli lenne, ezt mondom mióta, több mint 30 éve, én nekem akkor is lenne munkám. És neked? Csak gondolod, hogy neked is. Csak gondolod. Csak gondolod. Tehát lesz-e olyan munkád a jövőben, amire embereknek szükségük lesz? Érted? Azt abból tudod megmondani, hogy lesz olyan munkád, hogyha most is van. Világos ez? Ha most is van. Na, úgyhogy tessenek ezen elgondolkodni. Oké? És ha elgondolkodsz, és azt mondod, hogy húha, itt gondok lesznek, akkor én tudok neked ajánlani egy olyat, egy olyan dolgot, amiért az ember ide született a bolygóra. Miért születtünk ide a bolygóra? Hogy tudást szerezzünk. Olyan tudást, amit az élethez szükséges, illetve az ember működéséhez szükséges.
Ezért születtünk. Hogy minél magasabb szintre fejlesszük az ember és életismeretünket. Ezért született ide minden ember. Mit csinálunk mi az emberekkel? Élet és emberismeretet nyújtunk az embereknek. Azt nyújtjuk, amiért leszülettek a bolygóra. Te nem azért születtél le, hogy mondjuk könyvelő legyél. Nem azért születtél le, hogy mondjuk autószerelő legyél. Vagy bérszámfejtő, vagy festő, vagy akármi. Nem ezért születtél le, basszus kulcs. Hanem azért, hogy olyan dolgokat tanulj, ami az élet működéséhez és az emberi lélek működéséhez szükséges. Nem az ember működéséhez szükséges, hanem az emberi lélek működéséhez szükséges. Miért mondom hangsúlyozva ezt? Mert ez a test, amiben vagyunk, ez csak egy átmeneti dolog. És te nem ebben élted le az évmillióidat, vagy évmilliárdjaidat, és nem is ebben fogod leélni lélekként az évmillióidat, vagy az évmilliárdjaidat. Oké? Ami annyit jelent, hogy most az évmilliárdjaidból, most mit tudom én, mondjuk pár száz évet, vagy pár ezer évet, rossz esetben, leélsz mondjuk egy emberi testben, nyilván a pár ezer évet meg a pár száz évet nem egyszerre, természetesen, leélsz, hát gondold végig, az hány százaléka a milliárd éveknek? Tehát nem arról kell tanulni az embernek alapvetően, hogy a testünk hogyan működik, azt tanulhattad biológiába. Fogod, fölcsapsz egy lexikont, azt tanulmányozhatod. Hanem arról, hogy hogyan működik maga a lelkünk, ami halhatatlan. Érted? És ha van egy olyan lelke az embernek, ami több milliárd éves, vagy sok-sok millió éves, hiszen másfél millió éve legalább, ugye, már nincs lélekteremtés, tehát a legfiatalabb lelkek is másfél millió évesek legalább. Most onnantól kezdve gondold végig, miért kell tanulni olyan dolgot, ami csak egy állomás, és miért kell olyan dolgot tanulni, ami az életünk. Tehát maga a lélek működése sokkal, de sokkal összetettebb és nagyobb tanulmányt igényel, mint a testnek a működése. A testnek van egy nagyon egyszerű működése. Ez most egy tanítás, ez az egy mondat. Legyél jó állapotú, és a testeddel nem lesz semmi bajod. Pont. Ennyi. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát egy nagyon jó állapotú embernek soha sincs semmi baja a testével. Semmilyen szinten. Világos voltam? Még olyan se, hogy a testét baleset érné. Még olyan se. Na most, tehát azzal, hogy a test jól működjön, egy mondattal le lehet rendezni. Na próbáljuk már lerendezni a lélek működését egy mondattal. Ha bárki erre képes lenne, annak biztos, hogy kalapot emelnék. Van kalapom egyébként.
Nem is egy. Szóval, mi olyan dologgal foglalkozunk, ami az élet és a léleknek a működésével foglalkozik, és erre tanítjuk az embereket, hogy visszakerülhessenek abba a létformába az emberek, ahonnan jöttek. És emiatt, mivel ezért születtünk, hogy ilyen dolgokat tanuljunk, ezért nekünk lesz jobb, nekem, meg akik ilyen dolgokat csinálnak, hogy szerveznek embereket, azoknak lesz a jövőben is munkájuk. Oké? De vajon neked lesz-e? Ez a kérdés. Mennyire lesz szükség arra a tevékenységre, amit most csinálsz? Tehát imádom, mikor olyanokat hallok, hogy mit tudom én, összetalálkozik két ember, és akkor mondjuk az egyiknek van valami földterülete, és akkor elkezdenek földet művelni, vagy éppen egy olyan ember találkozik össze, aki állatai vannak, és akkor elkezdenek állatokat tartani. Aha. Igen ám. De ezt lehet már úgy tartani, ezeket az állatokat meg úgy nevelni, vagy úgy nevelni őket, illetve termeszteni a növényeket, hogy azt ne kelljen vegyszerezni? Ki van csukva? Ki van csukva? Tehát eleve úgy van, nem tudom, tudjátok-e, ha neked, te állat, mondjuk növényt akarsz termeszteni, akkor meghatározzák, hogy milyen magot vethetsz el, különben nem kapsz rá állami támogatást. Érted? Tehát magára a földművelésedre nem kapsz állami támogatást. Ami azt jelenti, hogy tudod, miért van hasznuk a növénytermesztőknek, földművelőknek? Az állami támogatás miatt. Ha nem kapnának állami támogatást, totál veszteségesek lennének. És ha te nem azt a magot veszed meg, amit meg kell venned, akkor nem kapsz állami támogatást. Akkor megvonják az állami támogatást. Világos voltam? Ez biztos, hogy így van. Oké? És milyen magot vethetsz? Olyat, ami már valamilyen módon kezelt, érted? Tehát mondjuk azt nem tudod tovább ültetni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy annak a magja az már csirátlan lesz. Stb. Stb. Hát most gondold végig, és mondok példát, jó? Én régen csak olyan narancsot, mandarint, vagy bármilyen gyümölcsöt ettem, aminek magja van. Nem? Most simán eszel olyan gyümölcsöket, hogy nincs benne egy fia mag se. Érted? Jó, a banánnak nem volt magja, érted? Vannak olyan növények, aminek nincs magja, de például már ehetsz olyan almát, hogy egy fia mag sincs benne az almába. Érted? Na most az akkor milyen növényekből származnak azok, amiknek nincs magja? Érdekes, ennyi szóval érdekes növények, ne? Tehát ami azt jelenti, hogy igen, ez génmanipulált, manipulált növények. Hát ugye ettél narancsot régen, minden gerezdben volt mag legalább egy, nem? Mandarint ugyanaz volt, minden gerezdben volt mag. Most eszel? Elvétve találsz olyan narancsot, meg olyan mandarint, ami meg van magja. És nem csinálsz. Érted? Én ekkora, négy ekkora csinálom.
Hát de csiráztas már olyan mandarint, aminek nincs magja. Jó, szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hát itt gyakorlatilag lehetetlen olyan körülményt biztosítani, csak mondok példát. Hát ugye mondták például az uborkás rokonaim, akik uborkáznak, hogy permetezés nélkül kiszárad az uborka, érted? És nem terem. Ha nem permetezik, kiszárad. Tehát ugye én termeltem paradicsomot, nem nagy üzemben, csak volt, érted? Gyakorlatilag elvétve fordul az elő, hogy tudjunk róla tényleg szüretelni a paradicsomról, érted? Mert mindig elszárad. Nem szeretek igazából permetezni, megmondom őszintén. Lehet, hogy permetezés megoldana ezt a kérdést, de hát akkor még minek termelek, érted? Nem locsolás kérdés, ez locsolva van, mégis kiszárad. Jó, tehát amióta például itt Pesten azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy minden évben termeltünk paradicsomot, de összvisz kétszer volt bőséges paradicsom termésünk, érted? Mondjuk 20-szor biztos betettünk, vagy palántáztunk, érted? És mondom, kétszer volt. Tehát ami azt jelenti, hogy annyit nem hozott a paradicsom, amennyiért vettük a palántát. Szóval mondom, egy csodálatos világban élünk itt Európában, és egy a kérdés, hogy mi lesz veled? Tehát veled mi lesz? Ez a kérdés. Jó? Tehát veled mi lesz? Lehetsz optimista, hogy hát még olyan nem volt úgyse, hogy valahogy ne lett volna. Jó ez az optimizmus, semmi gond nincs azzal, jó az ember optimista. De gondolj reálisan, gondolkodj reálisan. Oké? Márpedig itt erre megy ki a játék, hogy legyen alapjövedelem, érted? Tehát legyen ez a segély. És gondold végig, még akkor is olcsóbb lesz a munkáltatóknak, akik nem vesznek föl foglalkoztatottakat, kifizetni olyan adót, amiből majd kifizetik az alapjövedelmet, mint most a bérek után fizetni a járulékokat, igen, ami ugye annyi, mint a nettó, amit kifizetnek a dolgozónak minden együtt. Jó, szóval tessék elgondolkodni, akik azt gondolják, hogy most még fut a szekér, majd kíváncsi leszek pár év múlva, jó? Hogy mennyire fut a szekerük. No? Ahogy most hirtelen 3 év alatt, vagy 2 év alatt, hogy megváltozott minden. Na most akkor ennek a változásnak a sebességét majd nézzétek meg, jó? Tehát ha 2 év alatt annyi változás volt, ami most volt, akkor majd nézzétek meg a következő 2 évben mennyi változás lesz, jó? Úgyhogy mondom, tessék elgondolkodni. Mi mondom, adunk az embereknek egy lehetőséget, hogy tanuljanak, fejlődjenek, ezt biztosítjuk, és akik itt tanulnak és fejlődnek, azok szervezhetnek, és a szervezésnek van jövedelme. Oké? Okay? Tehát hivatalos jövedelme, és amiből meg lehet élni. Oké? Okay? És akkor el tudod tartani a családodat, és nem kell azon gondolkodni, hogy, miből, hogy nem tudod eltartani a családodat, mert alapjövedelmed van. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. 30 perc szünetünk következik. Mindenkinek sok sikert kívánok, és jön a második rész, személyiségfejlesztő coachképzésünk lesz. Szeretlek benneteket, sziasztok!